Hát az első fél idővel nem vagyok elégedett, meg szerintem a csapattársaim sem azok, nem úgy jöttek ki a dolgok, ahogy szerettük volna. A védekezésben egyáltalán nem éreztük, nagyon közel engedtük az átlövőiket, és az MTK-nak nagyon jó átlövői vannak. Hagytuk a beállós játékot is, úgyhogy igazából nem nagyon tudtunk mire reagálni. Az öltözőben az hangzott el, hogy fel kell keményednünk, tehát hiányoztak azok a faltok, azok a megállítások, amikre szükségünk volt, és úgy gondolom, hogy a második félben ezt teljes mértékben bebizonyítottuk, hogy meg tudjuk csinálni, úgyhogy elégedett vagyok, és a kapus teljesítményünk is sokat segített, úgyhogy következő a Final Four, úgyhogy reméljük, hogy ott már minden össze fog állni.